25 éves a PAD irodalmi és művészeti folyóirat. Az alkalomból igazi összművészeti eseményre várták az érdeklődőket a hétvégén Szekszárdon. A Babits Mihály emlékházban az évfordulóra készült jubileumi lapszámot mutatták be a szerzők, a felolvasást pedig a nulladik változat együttes közreműködése színesítette. A nulladik változatról annyit kell tudni, hogy két oszlopos tagja, Fenes Tibor és Puskás Tibor is a PAD szerzői közé tartozik, és gyakorlatilag majdhogy nem egy idős a zenekar a folyóirattal. Illetve lesz egy kapcsolódó rendezvényünk is a Vármegyeházán, Dr. Máriásnak a kiállítása Idillek és katasztrófák címmel. A lapunk célja az induláskor is ugye ez volt, mert a neve is irodalmi és művészeti folyóirat, minden esetben bemutattunk egy-egy képzőművészt, tehát nem csak illusztrálta a folyóiratot, illetve az írásokat, hanem kvázi egy bemutatkozási lehetőséget kapott a folyóiratnak a hasábjain. Sőt, voltak olyan képzőművészek, akiknek külön számokat is szenteltünk. Pierre Székely Péter, Máté Gyula, aztán a legelső számaink közt Baki Péternek az alkotásai is láthatók voltak, és nekünk mindig fontos volt az, hogy ne csak az irodalmat emeljük ki, hanem a társművészetek is megjelenjenek, és azok a barátaink, akik mondjuk zenélnek, vagy képzőművészek, azok meg tudják mutatni magukat. Itt a hajnal feszül a takaró égben, úgy nézem a hajló fény, sikolt és zuhan át, száj, csak száj. 25 év az nagyon hosszú idő, nehezen indult a alapítás, de nagyon akartuk. És aztán még nehezebb lett. Manapság tudjuk, hogy lapot kiadni, megjelentetni nem egy egyszerű dolog. Mondják, hogy az emberek nem olvasnak, amit mi nem hiszünk, mert az emberek olvasnak, csak lehet, hogy másképp. De azért mi letesszük a nyomtatott formát is eléjük. Nagyon sok minden történt a 25 év alatt. Azzal is kezdjük majd a köszöntőnket, hogy minden évből kiemeltünk egy-egy eseményt, és azt fogjuk elmondani. Hát nem tudom, háromszor voltunk Petőfi Irodalmi Múzeumban, csináltunk évekig könyvhetet, pavilonokkal kint, ott a korzó előtti sétányon, színpaddal, írókkal, Fesztergom Fesztivál irodalmi részét csináltuk. Hát itt meg megyében, országban egy csomó rendezvényt meghívtak minket, Spanyolnát, ha a Bartók Plusz Opera Fesztivál irodalmi részén 10 éve részt veszünk. Sok mindenbe. Nem tudjuk, hogy kinek mi fontos. Nekünk minden. Az eseményen az elmúlt negyed évszázados tevékenységükért Jankovics Zoltán és Dicső Zsolt alapító szerkesztők Szekszárdvárosért a művészet erejével plakettet vehettek át a város polgármesterétől. Ács Rezső kiemelte, példaértékű, ahogyan különböző világnézetű emberek szakmai és emberi kapcsolatokon keresztül hosszú évek óta közösen munkálkodnak, és olyan értékeket hoznak létre, melyekre mindenki büszke lehet, és amelyek a fiatalabb generációk előtt is követendő példaként állhatnak. Nagyon nehéz megszólítani a fiatalokat, de ugye nekünk volt elég sok próbálkozásunk erre, ugye a Szekszárdi Magas Iskola is erről szól, hogy olyan író, olyan pályakezdő fiatalokat szólítsunk meg, akik tanulni szeretnének, illetve az írással komolyabban foglalkozni akarnak. Tehát mindig teszünk kísérleteket, bár elég nehéz megszólítani őket. Mindig mi is ezzel küzdünk, hogy van egy pár alkotó, akikkel együtt tudunk működni, de igazából nincs úgymond irodalmi élet Szekszárdon, tehát kifejezetten irodalmi élet, nagyon kevés az olyan esemény, ami erről szólna. Tehát, hogyha mi nem csináljuk, akkor más nem csinálja. Az a baj, hogy nagyon nagy nehézségek árán tudtunk fent maradni az elmúlt 25 évben, mert vidékről egy folyóiratot nagyon nehéz felszínen tartani. Egyrészt ugye a Szekszárd egy kis város,
de ugye ezért is próbáltunk megjelenni akár a spanyol látha internetes irodalmi labban, ezért próbálunk országosan is megmutatkozni, és elég ismerté is váltunk. Tehát a legfontosabb lenne talán az, hogy minden évben meg tudjunk jelenni, és minél több lapszámot meg tudjunk jelentetni. A fél évente, évente mintegy 500 példányban megjelenő lap legfrissebb ünnepi számában Jankovics Zoltán és Dicső Zsolt szerkesztők mellett Kispál István, Podmanicki Szilárd, Gacsái József, Erdélyi Zé János, Gulya István, Puskás Tibor és Fenes Tibor, valamint dr. Máriás is szerzőként szerepelnek.